Szerintem én egy kicsit bonyolult ember vagyok. Én a gyerekkorom nagy részét egy cseresznyefán töltöttem, és ott arról álmodoztam, hogy milyen életet szeretnék majd magamnak, és milyen életet képzelek el. Azt hiszem, hogy az a bizonyítási vágy, ami ott megfogalmazódott bennem, az az, amit elkezdtem egész egyszerűen megvalósítani. És amikor a semmiből belecsöppentem szépen apránként a színházi világba, a színházi létezésbe, ez amúgy gyönyörűen átváltozott ebből a gyerekkori álomból egy nagy valósággá. Mindenért nagyon-nagyon küzdök az utolsókig. Az, hogy nem csak színészként élek, hanem egyfajta alkotó emberként, hiszen létrehozok is dolgokat időről időre. Ez nagyon sok olyan dologra tanított meg az életben, ami mindig a Földön tart. Az a csodálatos, és teljesen érthetetlenül varázslatos ebben az egész szakmában, hogy minden szerepen keresztül tudok magamról beszélni. Csak annyira jó, hogy ott van az, hogy ez nem én vagyok, hanem ez a szerep, de egyszerűen csodálatos, hogy szóval ez, szerintem ez varázslatos ebben az egészben.